1632-ben születtem Yorkban. Apám a Robinsonok családjából vett magának feleséget, ezért kereszteltek engem is Robinsonnak. A család azt szerette volna, hogy ügyvéd legyek, én azonban mindenáron tengerre akartam szállni. 1651. szeptember 1-én nem törődve apám intelmeivel megszöktem otthonról, és életemben először hajóra szálltam. Évig bolyongtam a tengeren. A távoli országok arannyal, gazdag zsákmánnyal kecsegtettek, de nekem csak kudarcban volt részem. Majdnem ott hagytam a fogam egy viharban Anglia partjainál. Kalózok támadtak meg, amikor Afrikába igyekeztem. Két évig szenvedtem a mórok rabságában. Éheztem és szomjaztam menekülés közben. Szinte a sors figyelmeztetett a veszélyre. De én nem hallgattam intő szavaira. Hé, földetlátok! Elvesztünk, végünk van! Thank you.
Hát ez sziget. Oh.